Köszöntöm a kedves nézőket! Mai adásunkban egy fiatal szegedi művésszel ismerkedhetünk meg, aki eleinte graffitiket készített, manapság viszont már vászonra fest. Vendégem Treplán Gábor, művész nevén Trege. Szervusz, Gábor! Szervusz! Kezdetben utcai graffitiket készítettél, ez az időszak mikorra tehető? Hát ez úgy nagyjából 99-től 2008-ig tehát időben. Egyesek szerint a graffiti művészet, mások szerint vandalizmus, te ezt hogy látod? Hát ez mind a kettő. Attól függ, hogy ki csinálja, meg hogy hogy csinálják. Vannak olyan szintű graffitik, amiket én nem mondanék vandalizmusnak, meg így rongálásnak, de például egy-egy teget elereszteni a városba, az nem is túl esztétikus, meg az vandalizmus, szerintem. És mikor kezdtél el vászonra festeni, és honnan jött ez az elhatározás, hogy akkor abba hagyod a graffitit, és inkább a vászon? De azért annyira nem hagytam abba a graffitit, mert az is működik, csak most már inkább pénzt keresek vele. Szóval egyre több olyan munkám is van, amiből így a graffitit kérik, nem pont a művészet részét a dolognak. És 2010 körül jött az ötlet, hogyha jól emlékszem. És melyek azok a témák, amelyeket a legszívesebben ábrázolsz? Változó. Attól függ, hogy milyen kedvem van. Volt már, hogy ilyen filmből részletet kivettem, azt festettem meg, de inkább eddig, ami úgy eszembe jutott, amilyen ilyen érzelmeket festettem, színes rajzokat legfőképp. De mostanában mindenfélét, amit kérnek általában. Úgy magamtól nagyjából nincs időm most festeni. És még ha megrendelésre is készíted ezeket az alkotásokat, így van-e valamilyen üzenet, amit ezekkel az alkotásokkal át szeretnél adni? Hát amit megrendelésre készítek, abban nem sok üzenet van. Azt, hogyha kérnek egyfajta valamit, mondjuk egy mintát, vagy egy logót, vagy akármit, akkor azt ugye pontosan úgy kell megcsinálni, ahogy kérik. De hogyha szabad kezet adnak, akkor abban kis rejtett dolgok vannak benne, amiket épp az adott pillanat határozza meg, hogy mit rakok bele. És milyen anyagokkal dolgozol? Mesélj egy kicsit a festésnek a technikai hátteréről, hogy hát, hogyan születnek meg ezek a... Vászonra inkább akrillal. Hogyha falra kell dolgozni, akkor szívesebben dolgozok festékszóróval. És az alkotás folyamata nálad hogyan zajlik le? Tehát hogyan születik meg egy-egy festmény? Hát hosszú idő. Van, amelyik nagyon hosszú idő, van, amelyik egy-két óra. De inkább hosszú idő alatt, mert elkezdem, félrerakom, elkezdek egy másikat közben, utána megint előveszem, és akkor így egy-két hónap alatt általában megszületik a végeredmény, de van, hogy abba is belenyúlok. Milyen módszerekkel próbálod fejleszteni magad, vagy továbbképezni? Interneten videókat nézegetek, meg képeket esetleg. Amikről itt technikákat el tudok lesni, és akkor úgy. Mennyire fontosak számodra a visszajelzések? Az, hogy most valaki úgy gondolja, hogy neki az nem tetszik, vagy rossz, és akkor egy olyan dolgot mond rá, ami, hogy fogalmazzam meg, ami csak úgy jön, és akkor így, hogy ezt, bocsánat, nem tudom máshogy megfogalmazni hirtelen. Arra úgy annyira nem adok, mert az egy olyan dolog, hogy azt most akármire rá lehet mondani, hogyha oda jön nekem, megmutatja, hogy az hogy kellene csinálni, akkor én megfogadom a tanácsát, esetleg, hogyha látok benne okos dolgokat, de amúgy nem annyira. Merre láthatjuk Szegeden az alkotásaidat? Hát most utoljára ilyen óvodák, iskolákat csináltam ott, hogyha
hogyha bemennek, akkor meg tudják nézni. Kiállításaik szoktak lenni, most idén már nem lesz, de jövőre tervezek egy nagyobb kiállítást csinálni, ahol sok új művel fogok majd előállni. És ha jól tudom, még a Mars téren is van egy alkotásod. Igen, igen, ott egy ilyen gyors étterem, hát annak nevezhető helységem van egy kis logója a kajádának. És akkor még egy utolsó kérdés, hogy ha megkeresne téged valaki, aki most szeretne elkezdeni foglalkozni a festéssel, milyen jó tanácsot adnál neki? Hát mindig legyen egyedi, és ne menjen a csorda után, mert az csak ilyen tömeg festészetet idéz elő, amit így minden ötödik ember csinál. Merje kifejezni az előbb. Hát ő vállalja föl önmagát, és ne akarja másra hasonlítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél a műsorban, és a nézőknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb. A viszontlátásra.